A szokásokról volt szó, különböző egymástól eltérő szokásokról, és ennek örvén tegnap elkezdtünk kicsit részletesebben beszélni a Peirois Svíz, a smita év, a parlag év gyümölcseiről. És ennek kapcsán több minden is szóba került például az, hogy meddig kell kitakarítani otthonról a gyümölcsöket. Szóba került az is, hogy mi az a pont, tehát ez az egyik vége a történetnek, amikor már a gyümölcsöket ugye lehet enni, addig lehet enni, amíg az állatoknak is van a mezőn, mi az a pont, amikor már úgy tekintjük, hogy az állatoknak nincs a mezőn, milyen területi egységek vannak ehhez Izraelben, ez a vége. Az eleje pedig, hogy mikortól számít egy magától kinövő gyümölcs a smita évben, a svíz hetedik évben, mikortól számít gyümölcsnek? Ez volt a másik kérdés. Egy pillanat, elnézést kérek. Nem tökéletes még ez a kameratartó. Szóval, mikor számít egy gyümölcs gyümölcsnek? És ennek kapcsán ugye fölmerült az, hogy a Peirois Svíz a hetedik év gyümölcseit, mert nem csak, hogy kereskedni nem szabad, hanem elpusztítani sem szabad azokat, megsemmisíteni. És fölmerült az a kérdés, hogy akkor hogyan lehetséges az, hogy Ravi Lai az kivágta tűzifának a datoja fának ágait, annak ellenére, hogy ott volt félig érett datoja. És akkor elkezdtünk arról beszélni, és erről fog szólni még a következő pár sor, hogy akkor tulajdonképpen lehet, hogy azért csinálta ezt, mert azon az állásponton volt, hogy a félig érett gyümölcs az nem is gyümölcs, de aztán azt mondtuk, hogy ez nem lehet, mert másoknál látjuk, hogy ez a félig érett gyümölcsöt is gyümölcsnek tartják. És aztán végül a Talmud azt a választ adta, és ezzel fejeztük be az utolsó pár sorban tegnap reggel, hogy Rav Nachman de Amar Kerebi Jaisi. Rav Jaisi Jai, mert Smadar Asur Mipnesu Peiri. Upligi Rabbanan Alei. Azt látjuk, hogy Rabbi Jaisi és a bölcsek vitatkoznak arról, hogy a szmodár, ami egy félkész szöllő, az gyümölcsnek számít-e vagy sem. Rabbi Jaisi szerint gyümölcsnek számít, és ezért aszur, ezért tilos az orla szempontjából. Ugye az orla az a tilalom, hogy a gyümölcsnek az első a fának az első három éve nem szabad a gyümölcsét enni, tehát a szmodár, ami egy félkész szöllő, az ebbe a kategóriába tartozik. Természetesen a szöllő az fának számít ebből a szempontból. A bölcsek viszont nem értenek vele egyet, és azt mondják, hogy a szmodár az nem számít még gyümölcsnek. Tehát a félkész szöllő az nem gyümölcs. Most Rav Nachman, aki azon az állásponton volt, hogy a félkész gyümölcs, az gyümölcs, az nyilvánvalóan akkor Rabbi Jossi véleményét követte, aki azt mondta, hogy a félkész szőlő a szőlő. Ezzel fejeztük be tehát tegnap. És most jön a 52-es lap legalján. Maszkif larab simi minahardó, mlipligera bonnana léd Rabbi Jossi besári lanusz. Azt mondja a Talmud, azt mondott tehát jogosan, egy vita van a bölcsek és Rabbi Jaisi között abban, hogy a félkész szőlő szőlő-e vagy sem. De ez nem azt jelenti, hogy arról is vitatkoznak, hogy a többi gyümölcsnél is úgy gondolják, hogy a félkész gyümölcs az nem gyümölcs. Nem. Az ő vitájuk az csak a szőlőre vonatkozik. A többi gyümölcsre nem, hiszen van egy konkrét misnánk is, ami megerősíti, hogy a többi gyümölcs tekintetében egyetértenek azzal, hogy a félkész gyümölcs az gyümölcs. Mi mosszáinkoicet színai lanözbe svíz.
Bei shamayim nim kolayin onayis mishiyoytziu. Ubei sileloim nim acharuvim mishiyasharshu vakfonim mishiyigoreu. És ugye van egy misna, ami arról szól, megint csak a svíz, a smita év gyümölcseinek a kapcsán, hogy mi az a pont, amitől fogva, ugye ha van egy ilyen tilalom, hogy a smita gyümölcseit tilos megsemmisíteni, elpusztítani, akkor mi az a pont, amitől fogva egy gyümölcsfának az ágait nem szabad levágni rajta a gyümölcsel, tűzifagyon át. Itt vitatkozik Bét Sámály és Bét Hillel. Bét Sámály azt mondja, misé a ciu. Onttól a pillanattól fel, hogy már elkezd rügyezni egy kicsit. Már elkezd, nem tudom, a rügyezés az valószínűleg nem egy jó kifejezés. Már egy kicsit, már kicsit látszik, hogy a gyümölcs már kezdődik, akkor már nem szabad. Bét Hillel aimlim, Bét Hillel egy kicsit megengedőbb, és ő gyümölcsökre lebontva, vagy a lényegesebb gyümölcsökre lebontva elmondja, hogy melyik az a pont, amitől fogva azt a valamit már gyümölcsnek tekinthetjük, és már olyan érettségi foka van, hogy az gyümölcs, és így aztán nem szabad, nem lenne szabad megsemmisíteni. Hacheruvim, a Szent János kenyér, ugye ez egy az ókori Izraelben egy nagyon bevett eledel volt. A Szent János kenyér, misies sársú, amikor már egy ilyen lánc jelenik meg, amikor már úgy tűnik, mintha egy ilyen lánc lógna le a fáról. Őszintén szóval még soha nem láttam Szent János kenyert, amikor gyümölcsöt ereszt, de hogy gondolom ez az a kezdeti fázisa a gyümölcsözésének. Vágfanim, a szőlő misei goreju, amikor egy kis szőlőszem már megjelenik. Vahazeisim, az oliva misei a nicu, amikor egy kis rügy megjelenik a olivafán, usarkalai nais misiai ciu, és az összes többi fánál is, amikor már megjelenik valamilyen félkész, valamilyen kis apró gyümölcs. Amár Ravászi hubba iszer hugger rua hubba ele lavon. És ezzel kapcsolatban Ravászi azt is mondta, hogy ezek a meghatározások, hogy misiai gereju, amikor megjelenik egy rügy, amikor megjelenik egy egy kis szőlő, ezek mind-mind ugyanazok a méret, ugyanarról a méretről beszélünk. Mi az a mérete a gyümölcsnek, amikor azt már gyümölcsnek tekintjük? Poilhala van, a fehér bab. Fehér bab, azt mondja Talmud, fehér bab, úgy kell ezt érteni, si urai poilhala van. Amikor a fehér bab, bocsánat, amikor a fehér bab méretét éri el. De az összes ilyen gyümölcsnél, amikor eléri a fehér bab méretét, nem tudom, hogy milyen nagy a fehér bab, de gondolom, hogy nem túl nagy, valami ilyesmi lehet, akkor onnantól fogva azt már gyümölcsnek tekintjük. Most mindenből mit látunk? Más mátlej, de amár böjszer insz madárlaj. Kik azok, akik korábban ugye azt mondták, hogy a bosser, a már közepesen érett szőlő, a szőlő, de a szmodár, az egészen apró szemű szőlő az még nem számít gyümölcsnek. Rabbanan, ez a völcsök, hiszen a Bjöjszi azt mondta, hogy már a szmodár is gyümölcsnek számít. Tehát az egészen kis szemű is annak számít. Meg tani sarkalait lillanész, misélt szíjú? És mit mondanak mégis, hogy az összes többi fánál a legkisebb kinövés már gyümölcsnek számít. Akkor ha ez így van, akkor hiába van egy vita valóban a Bjöjszi és a bölcsek között arról, hogy a szmodár az gyümölcs vagy sem. A szőlő kapcsán vitatkoznak, hogy pontosan melyik az a méret, amikor az már a szőlő az már gyümölcsnek számít. De az összes többi gyümölcsnél, az összes többi fánál egyetértenek abban, hogy a legkisebb kinövés is már gyümölcsnek számít. Ha ez így van, akkor azt a datolyafát hogyan apríthatta fel tűzifa gyanánt Rabbi Lai, amikor ott azon már félkész datolyák voltak. Nincs senki, akire hagyatkozhatott, mondván, hogy ezek még csak félkész gyümölcsök, amit nem számítanak gyümölcsnek. Mert nem csak Rabbi Yossi, hanem a bölcsek is a többi fa, a szőlőn kívül többi fa esetén egyetértenek, hogy a legapróbb termés is már gyümölcsnek számít. Akkor mi lehet erre a válasz? El Rabbi Lai, bede nischakatz. Rabbi Lai az a hímfát vágta ki.
A múltkor már ez említve volt, hogy valahogy a, és ez valószínűleg csak tényleg az én mérhetetlen tudatlanságomnak az én mérhetetlen tudatlanságom az oka annak, hogy ezt olyan csodálattal említettem, hogy ugye van, és valószínűleg a rossz kifejezést is használom, de hogy vannak nősteinfák és hímfák. És a hímfán a gyümölcs az valahogy valahogy nem olyan értékes, vagy nem olyan nagy, vagy nincs is rajta gyümölcs, kérek segítsetek, hogy ez pontosan hogy van. Bárhogy is legyen, ezt a fát vagdosta Rebilai, és ezen nincs olyan gyümölcs, amit gyümölcsnek tekintetünk, és ezért a hetedik évben a parlagében is ki lehetett vágni. És el lehetett pusztítani, vagy meg lehetett semmisíteni a fát rajta ezekkel a gyümölcs kezdeményekkel. Visszatérünk ahhoz a kérdéshez, amit tegnap beszéltünk, hogy rendben van, tehát akkor beszéltünk arról, hogy hol kezdődik a gyümölcsözés a hetedik évben, hol végződik. Mi az a pont, amikor ugye leszedhetem a gyümölcsöt, kim van az almafa az a kertemben, leveszedem a gyümölcsöt, beviszem a spájzba, eszegethetek a gyümölcsből. Meddig? Addig, amíg kint a fán még van alma. Nyilvánvalóan nem csak az én fám számít, hanem általában ez a terület. Ezen a területen még az almafákon van alma, és a vadállatok hozzáférnek, addig én is eltek, és a barmomnak is adhatok belőle. Kereskedni nem szabad vele, de fogyasztani lehet. Most ugye tegnap már próbáltunk mindenféle meghatározásokat adni, hogy meddig tart ez az időpont. És azt mondtuk, hogy eltérő a különböző területein Izraelnek, ugye három részre osztjuk föl a Szentföldet, és ezek három agronómiai egységek, amelyekben más-más termés nőtt, és ezért más-más meghatározottsága volt, hogy mi meddig terem, és mikor van vége a termésnek. És most ehhez a témához fogunk visszatérni, és a kommentárok szerint itt ez most kifejezetten Judeában adott meghatározások. Ugye azt mondtuk, hogy van Judea, van Jordán völgye, és van Galilea. Ez a három területe Izraelnek, ahol a különböző gyümölcsök más-más tempóban és más-más időpontban teremnek és hullanak le. Tanúra banon. Azt mondták a bölcseink a brájtában, hogy a szőlőt lehet addig enni, amíg Ohel területén, Ohel azt jelenti, hogy étel, de itt ez egy város, egy települést jelöl, vagy egy területet, amíg Ohelben van szőlő, addig lehet bárhol Judeában enni szőlőt. Ohel volt az utolsó hely, ahol a szőlő lehullott a hetedik évben, tehát addig még lehet. Imjés múhar összmehen, és hogyha találok olyat, ami ennél később hullott le, akkor még mindig lehet enni. Olyan elén. Olyan be zész mácsék ráhensebet koa. Az olivákról, az olivabogyókkal kapcsolatban meg azt mondjuk, hogy addig lehet fogyasztani az olivabogyót, amíg koában van még oliva. Mert az volt az utolsó hely, ahol oliva még terme. De Lezer nem átsék ráhensebet gushalav. De Lezer szerint nem az volt az utolsó, hanem az oliváknál, hanem a Gushalav nevű terület. Kedése ilyen Ani Jajce, ve Eini Majce Nöjbe Nöjfaj, ve Nöjbe Ikaraj. Most amikor azt mondjuk, hogy elfogyott a gyümölcs, az mit jelent? Erre azt mondja mondjuk az olivánál, hogyha kimegy egy szegény, hogy leszedje az olivafáról, nem talál sem a fán, sem a fa tövében, akkor azt mondjuk, hogy a gyümölcs elfogyott a mezőn, és hogyha a mezőn elfogyott, akkor a saját spájzomból is ki kell takarítani, ugye, ahogy tegnap meg tegnap előtt tanultuk. Rojvá, hogy ne találjon már, de azt is meghatározzuk, hogy mennyit ne találjon. Ha talál még egy szemet, az elég? Azt mondja, nem. Rojvá, tehát 6 tojásnyi méretet, 6 tojásnyi mennyiséget, ha nem talál együtt a fán és a fa tövében, akkor azt mondjuk, hogy elfogyott a olivabogyó, és már nem lehet otthon sem az olivát fogyasztani. Oichnim begrai grois, acsiuchru page beit heni. A szárított fügét addig lehet enni, amíg beit heni, ez is egy település, beit heni fügéi elfogytak. Amarabi huda löi huszkörű page beit heni, ellelényen májsze.
Det nam pagi ben henni va tinne de tuvia chayovin be meise. Rav Júda szerint ennek a bét henninek a fügéi ezek nem lettek megemlítve a svít, a hetedik év, parlagév gyümölcs kitakarításának kapcsán. Az egyetlen hely, ahol halljuk, hogy ezekkel meg lennek említve, mint valami különleges jelenség, valami különleges gyümölcs, az nem a későn érőségük miatt van, hanem amiatt, hogy nagyon kicsik maradnak, és azért fölmerült volna bennünk, hogy ezek soha nem válnak igazán olyan gyümölcsé, amiből mondjuk a papi tizedet le kell adni, és ezzel kapcsolatban azt említették a tanházban, hogy de igenis még a bétheni gyümölcseit is, vagy fügéit is meg kell tizedelni. Oké, megyünk tovább. A következő ilyen gyümölcs. Öhlin bet marim, a datóját addig lehet enni, ácsik láhlin bet coár, amíg coárban van datója. De most simulgám lényeg, hogy öhlin se bén ha kifin, ve én öhlin a bén ha sicin. Tegnap ez már szóba került, hogy és akkor mi számít olyannak, hogy már elfogyott a datója? Akkor ugye, tegnap mondtuk, van béna kifin, és van béna sicin. Van olyan, hogy a datója lehullik a fáról, de valahogy a fának a tövében felfogódik. Hát ugye a datója fának ilyen a törzse, és ezekben a kiálló részekben belehullik. Viszont hogyha az aljába hullik, a tövébe, ahol valami nagyon szúrós dolog van, az már nem számít, mert az nem lehet hozzáférni, és az olyan, mintha már ott se lenne. Ude minhu, öjjhni bán novináda pészák bezészi már dát szerezből, hogy egész át hánuk a betmúrimát kvarim. Fölmerül a kérdés. Ugye az előző, akkor az eddigiekben úgy soroltuk föl, hogy különböző gyümölcsöknek meghatároztunk különböző területeket, ahol utoljára terem az a gyümölcs, és azt mondtuk, hogy amíg ott még van abból a gyümölcsből, addig a többi helyen is lehet bevenni. Igen, ám csak van egy brájta, amelyik nem területhez, hanem időponthoz, egy adott fix időponthoz köti a gyümölcs fogyását. Azt mondja, hogy a szőlőt lehet enni Pészachig, az olivát lehet enni Sávuotig, a fügét lehet enni Hanukáig, és a datóját lehet enni Purimig. Akkor ez nem területhez van kötve, hanem egy adott időponthoz. Amara bibi, rabbi jöjjön tártiba trájta mahtif. És még ugye ehhez még azt hozzátette a rabbi, hogy rabbi jöjjön szerint nem a fügét lehet Hanukáig és a datóját Purimig, hanem a datóját Hanukáig és a fügét Purimig. Oké, de bárhogy is legyen, ez egy időponthoz van kötve, és nem pedig egy adott területhez. Erre azt mondja a Talmud, Aydi ve Aydi hácsi urehu. Azt mondja, először is, hogy ez ugyanaz, ez nem egy ellentmondás, ez ugyanaz. Ha azt mondom, hogy mondjuk a coárban, amíg még van datója, addig lehet enni a datójából, és a brájtában azt mondtuk, hogy a datóját eltenni ad Purimig, ez ugyanaz az időpont. Coárban még Purimig van datója, de utána már nincs. Ez első válasz. A második válasz, ibai széma haktáni behegye, imjé és múkha részméne ikrime aléhen. A második válasz az mi? Hogy mivel a brájta maga is azt mondta az első brájta, hogy addig lehet enni az adott gyümölcsből, amíg az adott helyen van, de ha találok belőle másut még mindig, ez után is, akkor még mindig lehet belőle enni, de ennek is van egy végdátuma. És ezt a végdátumot határozza meg a másik brájta, amelyik egy adott időponthoz köti a végdátumot. Oké. Okay. Most, ha már itt a területekről van szó, Izrael különböző területeiről, akkor a következő brájtában arról lesz szó, hogy adott növények hol nőnek, és ennek megfelelően mit tekintünk, vagy egy adott növény milyen területnek a jelölője. Vagy igen, jele. És hogy ez miért lényeges, azt is majd mindjárt meg fogjuk tudni. Táni Rav Simon Gamliel, mert Simon Laharin Milin. Az epedió, mondja Rav Simon Gamliel, az annak a jele, hogy a hegyekben vagyunk. Tehát úgy tűnik, hogy az epedió az a hegyekben nő. Simon la mokimt kolim, a völgyeknek a jele, hogy ott pálmák nőnek. Simon la nechalim konim, a forrásvizeknek a jele, hogy ott nád nő. Simon le sfejl a sikma, a síkságnak, alföldnek a jele, hogy ott platán nő. Áfál pis én rájle davar, széchele davar, és annak ellenére, hogy erre nincs egy egyértelmű
utalás erre a Tórában, de azért van egy finom jelzés, amit mégis lehet így értelmezni, vagy lehet, látszik belőle, hogy ez így van, ugyanis királyok, első királyok könyvében az van írva, 10-es fejezetben, vagy itten a melechsz a keszebérus a lánka, van ima, király elárasztotta Jeruzsálemet pénzzel, ezüsttel, mint kövekkel, annyi volt az ezüst Jeruzsálemben, mint a kő, veszár rozim naszánk a sikmimásserbes fejla, és cédrussal, amiből olyan sok volt akkor Jeruzsálemben, mint ahány platán van az Alföldön. Akkor mit látunk ebből? Hogy a platán az az Alföldön nő. Most Simon la harim milin, Simon la marim kalim kalim. Mi volt az első? Hogy az epedió az a hegyeknek a jele, a völgyeknek pedig a pálma. Kit érdekel? Mi ennek a jelentősége? Nafkamina le bikurim. Miért kérdés ez? A bikurim a zsengék áldozata miatt. Ugye mi az előírás? Hogy hozni kell a 7 izraeli gyümölcsből az első termést, azt a zsengék termésének nevezünk, azt fel kell hozni Jeruzsálembe, és abból ott egy áldozatot kell bemutatni, és oda kell adni a kohanitának. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Honnan tudjuk, hogy ezt, ugye azt, ez magában a Tórában benne van, de azt honnan tudjuk, hogy ez az Izrael 7 gyümölcséből kell, hogy hozni. Ugye, mit jelent, először is tisztázzuk, hogy mit jelent Izrael 7 gyümölcse. Ugye, amikor a Tóra leírja, hogy milyen szép az az ország, már a Szentföld, akkor a jellemzésképpen 7 gyümölcsöt említ. Eretz, chita, szöjra, gefön, tényleg, rimain, eretz, zé, semen, udvas. A búza, az árpa, a szöllő, a füge és a gránátalma földje az olivának és a méznek. A méz ugye az itt datolyát jelent. Tehát ugye ez az a 7 gyümölcs, amivel jellemzi a Tóra Izraelt. Ugye azt is mondja a Tóra, hogy vegyél a zsengéből mindannak a gyümölcsnek, amelyet a földed ad. Mind a kettő a földhöz, a földedhez van hasonlítva. Tehát itt van egy párhuzam, akkor innen tudjuk, hogy ez a 7 gyümölcs az, amivel meg kell tisztelni, amivelnek az első gyümölcsét fel kell hozni. Émevim bikur, mellem is hívesz a minin, tehát a bikurim, a zsengék áldozatát csak a 7 gyümölcsből, a 7 izraeli, vagy izraelt jellemző gyümölcsből kell hozni. Lojmit kolim sebeharim. És nem szabad hozni csak a legjobbjából, és mivel például a dkalim, a pálma, a datoja az a völgyben terem, ezért egy hegyben, egy hegységben nőtt pálmáról nem szabad hozni a zsengék áldozatát. Honnan tudom, hogy a hegyekben járok? Hogyha meglátom az epediófát. Völöjmi péressebák bakim? És ugyanígy nem lehet hozni olyan gyümölcsből, ami mondjuk a például a amit itt például azt mondja, hogy a gabona az a völgyben nem nő olyan jól, akkor azt viszont a völgyből nem lehet hozni, tehát hogyha meglátom a datoljafát, akkor tudom, hogy a völgyben járok, és nem lenne szerencsés, hogyha ott nőtt gabonából hoznám a áldozatot. Tehát akkor ezért van jelentősége annak, hogy hol van völgy, és hol van hegy. És kell hozzá egy szimán, kell egy jelölés, hogy azt mondja, hogy ilyen fákat látok, akkor már a völgyben járok. Ha ilyen fákat látok, akkor hegyben járok. Szimelen a halim konim. Kit érdekel, hogy hol van forrás? Amikor azt mondja, hogy a forrásnak a jele az a nád. Ez azért lényeges, mert van egy ugye, nagyon misztikus eljárás, amit már egyszer, talán többször említettünk, az egla a rufa, a üsző, a megdolgozatlan üsző, amelyet akkor kellett feláldozni a két város véneinek, hogyha egy ártatlan ember holttestét találták a két város között, ez egy nagyon misztikus eljárás, amit a forrásvíz mellett kell csinálni. Hol van forrásvíz, ahol nőd nád? Ez a jele annak, hogy van ott forrás. Simon le svéla sikma,
Oké, akkor még mindig maradt egy, hogy az Alföld. Kit érdekel, hogy mi az Alföld? Amire azt mondtuk, hogy a platánfa az az Alföldnek a jele. Kit érdekel, hogy hol van Alföld? Azt mondja, Talmud, de meg a memkar. Ez a adásvétel szempontjából fontos. Hogyha én eladok neked egy földet, és azt mondom, hogy ez egy Alföldön elterülő terület, akkor ahhoz, hogy az Alföld legyen, annak számítson, és nem mondhassd azt, hogy becsaptalak, ahhoz kell, hogy ott annak azt jelölje, hogy ott vannak platánfák. Azt mondja, Talmud, hogyha ez van, hástad, de azt mondja, hachi, kulun námile mekeha memke. Ha ez így van, a platánnal és az Alföldön, az összes többi jel, a hegynek a jele, a forrásnak a jele, a völgynek a jele, azt is ugyanígy lehet mondani, hogyha én eladok neked egy területet, azt mondja, hogy ez völgy, akkor ott kell, hogy legyen pálmafa, ami jelöli, hogy ez egy völgy. Oké, okay, idáig tartott ez a kérdés, és most egy új témára fogunk áttérni, egy új misna következik, de maradunk továbbra is a szokások kérdésénél, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyekkel kapcsolatban egy adott helyen egyféle dolgot követtek, egy másik helyen egy másik dolgot követtek, és hogy nekem mindig a helyi szokást kell figyelembe vennem. Rögtön az első dolog, amivel kezdünk, az, hogy szabad-e eladni egy kis haszonállatot pogányoknak. Van egy olyan tilalom, hogy Izraelben volt egy ilyen tilalom, hogy egy nagy haszonállatot tilos volt eladni pogánynak, aki ott Izraelben élt. Eleve érdemes tisztázni, hogy a ókori Izraelben a pogányoknak a letelepedése elég kemény feltételekhez. Nem lehet azt mondani, hogy Izrael az open borders, a nyitott határok országa volt az ókorban, ugyanis a Tóra nagyon tartott attól, hogy a pogány szokások és hitrendszerek azok rossz befolyással lesznek a Izraelben élő zsidókra, és ezért elég komoly megkötések voltak, hogy milyen nem zsidó telepedhetett le az ókori Izraelben. Hát természetesen ezt hívtuk Gertosávnak, egy olyannak, aki a Noé hét törvényét megtartja. Ő letelepedhetett, mert ugye elfogadta az egyisten hitet, és az alap morális etikai szabályokat, nem volt bálványimádó, és így tovább. De azért igyekeztek a bölcsek, amennyire lehet ezt a dolgot keretek közé tenni, és így például voltak dolgok, amelyek egy kicsit megnehezítették azért ezt az együttélést. És így például azt mondták, hogy nem szabad eladni egy nagy haszonállatot egy pogánynak. Miért? Egy nem zsidónak. Miért? Mert ha megengedjük, hogy elad, akkor a végén majd bérbe is fogad adni, és bérbe adni meg azért nem lehet, mert ő szombaton fogja dolgoztatni az állatodat, és az állatnak pihennie kell szombaton, hiszen a szombati pihenés az nem csak ránk vonatkozik, hanem a házi állatainkra is, és ezért inkább ne is add el. A kérdés az, hogy el lehet-e adni kis haszonállatot, mert a kis haszonállatot azt nem dolgoztatják, hanem csak a húsáért vagy a gyapjujáért tartják. Tehát egy birkát vagy egy kecskét el lehet adni. Ugye ott nem merül fel, hogy bérbe adod munkára. De voltak helyek, ahol ezt is szigorúan vették. Makrimsen a hágú limkör beim a dákulé nachrim. Makrimsen a hágú limkör én maichrim. Olyan helyen, ahol ebben is szigorúan jártak el, és azt mondták, hogy ha már egy nagy haszonállatot nem lehet eladni, akkor egy kis haszonállatot se, legyen így, csinálják így. Akik viszont nem voltak ennyire szigorúak, hanem engedékenyek voltak, azoknak megengedett, hogy eladjanak kis haszonállatot. De nagy haszonállatot semmiképp ne adjanak el. Még akkor sem, hogyha ez a nagy haszonállat, ez még zsenge korú. És ezért még munkáltatni, vagy dolgoztatni nem dolgoztatnák. Így például a borjú, vagy a csikó, amelyeket nem dolgoztatnak. Sleimunus furin, és független attól, hogy ezek egészséges vagy beteg állatok, tehát megint csak, hogy dolgoztatnak vagy sem, nagy haszonállatot nem lehet nekik eladni. De mi huta mátirbös fura, de mi huta megengedi, hogyha beteg az állat, bemeszélyre mátirbös szusz, és bemeszélyre megengedi a haszonállatok közül a lovat, mert a lovat azt nem dolgoztatják, hanem csak ráülnek. Érdekes különben, hogy a lovat nem használták akkor gondolom szekerek húzására, vagy szántásra? Nem csak lovaglásra? A lovaglás pedig nem egy szombati munka, ilyen tilos szombaton, de csak azért, hogy nehogy letépjünk valamit a faágairól. De mivel
Azt tanultuk a Szomba traktátusban, hogyha visszaemlékeztek, hogy a Chai Noises Atzmai, hogy az élőlény az viszi magát, tehát hogyha én viszek egy élőlényt, akkor azt magát tartja és viszi, ezért az nem számít vitelnek, ezért az állat, hogyha visz engem, az nem számít vitelnek. Tehát az, azért a Bembe Teira megengedi a lovaknak az eladását, mert legrosszabb esetben a bérbeadod, az se számít a ló munkáltatásának, dolgoztatásának. Jó, most azért térjünk rá egy olyan szokásra, ami mégiscsak valahogy kapcsolódik Pészákhoz. Makim se nágu lehol szlib lélén Pészákim öjhlim, makim se lőj nágu lehol én öjhlim. Azokon a helyeken, ahol esznek tüzönsült húst, Pészák este, a széder este ott ehetnek, ahol nem szoktak enni, ott ne egyenek. Ugye mindenki ismeri a széder tál kellékei közül az égetett csirkenyakat. Ugye ez miről szól? Arról, hogy nincs ugye már pészaki áldozat, de akarjuk, hogy valami emlékeztessen bennünket az áldozat. És ezért egy égetett csirkenyakat. Miért égetett és miért csirkenyak? Mert semmiképp nem szeretnénk egy olyan húst tenni a szédertára, ami hasonlít az áldozati húshoz, a fajtájában, típusában, és amit megennék véletlenül. Ugye a csirke nem lehetett áldozat, tehát ezért kiváló erre a célra, és ha odaégetem, akkor biztos, hogy nem fogom megenni. Tehát akkor ezért ezt használjuk. És ehhez kapcsolódik az, amit itt a Misnában olvasunk, az ugyanis a kérdés, hogy mivel nem lehet áldozatot hozni a szentélyen kívül, van-e olyan tilalom, hogy olyan sült húst egyek, ami hasonlít a szentélyben hozott pészaki áldozat sült húsához, hogyha ilyet fogok enni, akkor esetleg másokban felmerülhet a gyanú, hogy én áldoztam Pészákra a szentélyen kívül, hiszen ma nincs szentély. Vannak, akik ebben szigorúan jártak el, és akkor az ő szokásukat kövessék, vannak, akik ebben engedékenyebbek voltak. Amár Júda, amár Ráv, Asszul, Lajla, Adam, Sijai, már basszal ez a Pészák, Hómi, Pnése, Nirake, Mágdisbe, Hemtevi, Éjhlek, a Dasim, a Húc. Ennek kapcsán kezdődik a Gemora, és azt mondja, hogy azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy nem lehet sült húst enni Pészákkor, ugyanúgy, amikor készülünk a pészáki vacsorára, akkor nem mondjuk azt, hogy na, ezt a marhát, vagy ezt a húst Pészákra szánom. Mert úgy tűnik, mintha ezzel egy áldozatot ajánlana föl, és aztán később megeszi áldozathozatal nélkül. Ugye amikor egy áldozatot hoztak, akkor is kinevezték az állatot, és aztán ebből lesz az áldozat. Te nem így gondolod, te most csak azt gondolod, hogy a pészáki vacsorára. De ha kimondod ezt, és azt mondod, hogy ebből a húsból legyen, vagy ebből az állatból legyen finom vacsora, Pészákra, akkor az úgy tűnik, mintha áldozatot ajánlanál föl. Amire a papa dávka baszorával hiti loj, de mintál a piszka kame. Ezt hozzá. Tehát a papa, hogy ez a megkötés, ez természetesen csak a húsra vonatkozik, de más élelemre. Például a búzára nem. Azt mondja, ez a búza legyen Pészákra, az semmi gond nincs, annak ellenére, hogy mondjuk búzából is lehetett lisztázatot hozni. De itt egyértelmű, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy te ezt a pészáki maceszre őrzöd, smüre maceszt akarsz belőle csinálni. A Talmud azt mondja, hogy igen, de nem lehet azt mondani, hogy legyen ez a hús a pészákra. Azt látjuk, hogy volt egy olyan fontos, híres ember, aki nemhogy ezt mondta, hanem kifejezetten tüzönsült húst evett pészákkor Rómában. Ubaszor laj, nézvej, amarabi jajszi, tajdajsz israimi hin higezmérejmi lehallgadimi kulaszim. Rabbi Jassi mesélte, hogy Tadosz, a híres római zsidó, arra szoktatta rá Róma zsidóit, hogy sült kecskét egyenek Pészákkor. Itt ez egy olyan sült kecske, ami kmekulasszim, az azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint a pészáki áldozatnál, hogy föltűzik egy nyársra, és az egészet egyben sütik meg a tüzön. Salhulai, erre a bölcseknek, a rabbiknak ez nagyon nem tetszett, és azt mondták, küldtek neki egy üzenetet, és azt mondták neki, ilyen malé tüldeszáta. Ha te nem Tadosz lennél, akkor zárnő le, ha nidúj, akkor kiközösítettünk volnunk se. Átom, Ákelész, és szólak, Dasim, Ahúz, mert te áldozati húst etetsz a zsidókkal a szentélyen kívül. Dasim, szálkadájtak, tényleg, áldozati húst etetett? Ez semmi közben, ez nem volt áldozat. Elejém, a karilák lesz, és szólak, Dasim, Ahúz. Úgy értették ezt, hogy úgy tűnik, mintha áldozati húst etetnél. Meg kulasz ins, én meg kulasz laj. Most mindenből a történetből úgy tűnik, hogy
Valóban, így áldozati hús módjára elkészített hús nem lehet enni, hiszen todosznak nagyon mérgesek voltak emiatt a bölcsek. De csupán annyit mondani, hogy ez a hús legyen Pészak estére, azt lehet. Akkor miért mondja Rav Yehuda Rav nevében, hogy nem lehet? Amri mekulasz la isna már la isna la yamar? S én mekulasz pires in lepres lesz, a tamla egyszerre válasz. Ha úgy készíted el, ahogy a Pészak áldozatot készítették el, és ahogy Todosz csinálta, azt mindegy, hogy azt mondtad, vagy nem mondtad. Mindegy, hogy mit, milyen felkiáltással csináltad. Ha megcsináltad, az baj. A többi húsnál akkor van gond, hogyha a kifejezés, hogyha azt mondod, hogy ez legyen Pészakra, az a probléma. Rám akar mászni le a halmasz nisza, kerebi sima. Ezt a brájtát, ezt az előbbi brájtát, ami Todosz szokásáról szólt, rossz szokásáról szólt, azt Rav Acha nem Rav Yossi nevében mesélte, hanem Simon nevében. És hogy ennek milyen jelentősége, azt mindjárt látni fogjuk. Mindenesetre, hogy akkor volt ez a brájta, ami elmesélte, hogy Todosz olyan nyárson sült kecskét etetett Róma zsidajaival, mint amit régen ettek a szentélyben. És ez nagyon nem tetszett a bölcseknek. Ki mesélte ezt? Rav Yossi. Rav Acha szerint nem Rav Yossi, hanem Rav Simon. Mi ennek a jelentősége? Bislém a Rav Seishez, Maszkif Rav Seishez, Bislém a Mándi Tanilak, Rav Yossi, Niha. Azt mondja, Rav Seishez, ha ezt Rav Yossi nevében tanítjuk ezt a brájtát, akkor értjük. De hogyha nem Rav Yossi nevében, hanem Rav Simon nevében, ahogy ezt Rav Acha mondta, azzal van egy kis probléma. Miért? Vahatná Rav Simon Poiter, se löi snadev ke derech ami snadvim. Mert mit mondott Rav Simon? Rav Simonnak volt egy vitája Rabbi Meirrel. Nem egyértelmű Rabbi Meirrel, bocsánat, nem világos, hogy kivel. Volt egy vitája a Menachot traktátusban, és a vita a következőről szólt. Hogyha én mondok valamit, aminek az eleje és a vége ellentmondásos, akkor mi az eljárás? Mire gondolok? Például azt mondom, hogy felajánlok egy minha áldozatot az árpából. A minha áldozat az mindig búzából van, búzanizből. De én azt is mondtam, hogy minha áldozatot, meg azt is, hogy árpából. A Tanakáma azt mondja, hogy mindig az elejét kell figyelembe venni annak, amit mondok. Ha valaki mond valamit, ezt szerintem még Freud is megirigyelte volna ezt a vitát, hogy a kimondott beszéd, a beszédben, amikor valamit vétek, valamilyen mellészólás, vagy elszólás történik, akkor mi az, amit figyelembe kell venni? Mi az, amit komolyan kell venni? Mi az én igazi véleményem? Az, amit az elején mondtam, vagy az, amit a végén? Hát azt mondom, hogy hozok minha áldozatot árpából. Minha áldozatot, az csak búzából lehet. Tehát annak ám azt mondja, az elejét vesszük figyelembe annak, amit mondtál. És azért búzából hozzá mi áldozatot. Nem vesszük figyelembe a végét. Az egy vétés volt, ott hibáztál, vagy félrebeszéltél. De Simon azt mondja, hogy nem, és le is nádem, kell rechem is nádem. Azt mondja, nem kell az egészet figyelni. Össze-vissza beszél valaki, az nem kell foglalkozni. Miért? Mert ha ellentmondás az elej és a vége között, akkor az azt jelenti, hogy te nem mondtál semmit. Most, hogyha ez így van, akkor mi lenne a gond azzal, hogy azt mondom, hogy én ez a hús legyen Pészakra? Kit érdekel, hogy mit mondasz? Ugye az nem lehet úgy érteni, hogy áldozatként fogod felajánlani, és még hogyha úgy is értetted, akkor sincs értelme, mert nem lehet áldozatot hozni, akkor semmi a gond. Tehát Rav Simon nehezen tudjuk elképzelni, hogy azt mondaná, hogy ezzel van probléma, és Rav Acha mégis azt mondta, hogy ezt az egészet Rav Simon mondta. Mi a helyzet Rabbi Yossival? Azt mondta, hogy Rabbi Yossival viszont egyezik ez? A probléma az, hogy Rabbi Yossi az előbbi kérdéshez nagyon hasonló vitában, egy másik esetben, azt mondta, hogy adom big mart dvaroi nitfasz. Hogyha valakinek a mondat eleje és a mondat vége ellent mond, akkor a mondat végét kell figyelembe venni. Miről van szó? A Tmura traktátusban, ahol arról van szó, hogy én egy áldozatot ki akarok, egy felajánlott állatot ki akarok váltani egy másik állattal,
és azt mondom, hogy ez az állat legyen tmurát ajla, ez legyen ola áldozat kiváltása, és legyen slami áldozat kiváltás. Most valami vagy ola áldozat, vagy slami áldozat. Erre mit mond Rabbi Meir? Hogy az elejét kell figyelembe venni annak, amit mondasz. És ezért az egy ola áldozat. Mit mond Rabbi Yossi? A végét is figyelembe kell venni annak, amit mondasz. És mivel mind a kettő nem tud egyszerre teljesülni, nem tud teljesíteni, hogy olá is legyen, meg slánon is, ezért hagyjad, hogy az állat csak legelészen, egészen addig, amíg egy seb nem esik benne, és amikor már egy seb van az állaton, egy hiba, egy testi hiba, egy seb, akkor már nem lehet felajánlani, és akkor el lehet adni, és azon a pénzen hozzál egy slamimot és egy olát. Akkor mit látok, hogy a Biosi is a szöveget végét veszi figyelembe. És az elejét persze. De hogyha a szöveg végét és az elejét veszi figyelembe, akkor tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint Rab Simon. Nem? Rab Yossira alapozza a mondását. Rab Simon azt mondta, hogy ha nem tud teljesülni mind a kettő, hogy mintha áldozatot hozzak árpából, akkor... akkor nem kell figyelembe venni az egészet. És mire alapozta ezt? Mert ő azt mondja, hogy mind a két mondást figyelembe kell venni, azt is, hogy mintha áldozat és a gyárpa, és mivel a kettő ellent mond, ez az egészet nem számítjuk. Mit mondt Rabbi Yossi? Nagyon hasonlót. Ő is azt mondta, hogy a végét is figyelembe kell venni annak, amit mondasz. Ha ez így van, akkor lehet, hogy Rabbi Yossi is egyetért Rabbi Simonnal, hogy az egészet nem kell figyelembe venni. Azt mondja, a Talmud nem. Rabbi Simon arra alapozza, hogy az egészet nem kell figyelembe venni, amit Rabbi Yossi mondott, hogy a mondásnak mind a két végét figyelembe kell venni. És azért mind a kettő ellent mond, akkor hagyjuk az egészet. Rabbi Yossi viszont nem ért egyet Rabbi Simonnal, ami azt mondja, mind a kettőt figyelembe kell venni. Mivel nem tud teljesülni, ezért valami köztes megoldást kell keresni. Oké. Most ha már meg lett említve itt Todosz, akinek volt ez a rossz szokása, hogy Róma lakosait az áldati húsra emlékeztető nyárson sült kecskével etette, és a rabbik azt mondták neki, hát ha nem Todosz lenni, akkor nagyon, nagyon beléd, azt akartam mondani, hogy beléd szállnánk, de ez talán kicsit nem illik ide, de hogyha nem lennél Todosz, akkor kiközösítenénk. Miért féltek ennyire Todosztól? Ki volt ez a Todosz? Baj lejú, Todosz isröj, mi gávra rába, oly báleg röjfim. Ki volt ez a római Todosz? Ez egy a jámborsága, vagy az erőszakossága miatt lett ilyen nagy ember? Ugye van, amikor valakit tisztelünk, azért mert olyan nagy formátumú ember, és amikor valamikit tisztelünk, vagy tartunk tőle, mert egy borzasztó, nagyhatalmú, erőszakos valaki. Ki volt ez a Todosz? Tasmá, ojzudarás Todosz isröjmi. Todosztól idéztek egy brájtában a rabbik, és a következőt mondták. Todosznak volt egy mondása, a római Todosznak volt egy mondása, ami a Hananyemi Salva zárjának a történetéről szól. Ugye Dániel könyvében olvassuk, Hananyemi Salva és a zárja, akik nem mertek, vagy nem bátran adták fel a hitüket, és nem borultak le a bálvány előtt, és azért bevetették őket a tüzes kemencébe. És ezzel kapcsolatban azt mondja Todosz, honnan vették maguknak ezt a bátorságot? Hananyem is el az árja, és hogy bedobták magukat a tüzes kemencébe. Nosszuk álvachaim, átszma mitzfárdaim, a békákról, az egyiptomi békáktól vették maguknak a tanítást. Miért? Mert a békákról is azt tanuljuk, hogy ők, amikor a második csapás volt, és a békák ellepték Egyiptomot, akkor mindent elleptek. Ellepték a hálószobát, ellepték a kemencét, és ellepték a tésztagyúró teknőt. Most ugye, amikor a Tóra együtt említi a tésztagyúró teknőt a kemencével, akkor valószínűleg akkor van a tésztagyúró teknő a kemence mellett, amikor a kemence forró. És a békák nem voltak restek még a forró kemencébe se beugrani. És innen, azt mondta Hananyemi Salva zárja, ha a béka, amelyik nem olyan, mint egy ember, hogy van jutalma vagy büntetése, az kész volt Isten küldetését teljesíteni a tíz csapás révén, olyannyira, hogy még a forró kemencébe is beleugrolt, önfeláldozóan, akkor mi, akik emberek vagyunk, és van felelősségünk,
pláne, hogy ezt kell, hogy tegyük. És ezért, akik mi, akik kötelezve vagyunk Isten nevének megszentelésére, pláne, hogy ezt kell, hogy tegyük. És ezért ugrottak be. Most ugye akkor ebből kiderül, hogy azért Todosz nem volt egy lumpen alak, nem egy akárki volt, hogyha ilyen magyarázatokat tudott mondani, és ezt még idézik is tőle a bölcsek, akkor ez valószínűleg nem csak az erőszakossága volt az, ami nagy emberré tette. Tehát egy ilyen komoly balabósz volt, egy ilyen sok pénze is volt, és nagy tudása is volt. Mit mesél róla még a Talmud? Rabbi Yosi bar Avinah már mátilm laik le kisztel talmide chachamim, hogy ő, neki az volt a nagy érdeme, hogy tóratudósoknak a készletét töltötte föl, hogy tudjanak üzletelni. Vett nekik készletet, és azzal tudtak menni kereskedni, és ez az indító készlet volt az, ami őket a parnósze, a megélhetés útjára rátette, és ez volt a nagysága Todosznak. De amire Bjéhanan kalamátam lájkle kisztetám, mindegy, ha hamin zöjjhve és ebbi sívesen májra, hogy a Bjéhanan mondta, hogy aki segíti a tóratudósokat azzal, hogy az indító tőkét megadja nekik a készlethez, az kiérdemli, hogy majd a túlvilágon a bölcsek között üljön, ahogy írva van Kohelet könyvében, kibe cél chachma, be cél ha keszef, ahogy azt írja, amúgy más szempontból is érdekes módon Salamon a Koheletben, a prédikátorban, a pénz árnyékában van a tudás árnyéka. A kettő együtt jár, akinek van pénze, aznak van arra lehetősége, hogy a tudást megszerezze. Oké, következő misna következik, és itt megint csak a szokások kapcsán egy másik szokás merül föl, és ez pedig az, hogy Jom Kippur este szabad-e, vagy szokás-e otthon gyertyát gyújtani. Most ugye itt érdemes tisztázni, hogy ugye mindenki ismeri ezt, aki nem ismeri, az most megismeri. De ez a szokás, hogy azon túl, hogy az ünnepi gyertyát meggyújtjuk Jom Kippurkor, csak úgy, mint Sábeszve, vagy mint ünnepre, van egy szokás, hogy a zsinagógában 24 órás gyertyát gyújtunk. Mi egész végig. Mi ennek a jelentősége? Akkor a spirituális jelentése, hogy a lélek, és a tudom én. De van egy nagyon egyszerű jelentése is, hogy ugye minden más ünnepet és szombatot meg tudunk tisztelni a tiszta ruhával, a szép ételekkel, a jól megterített asztallal, a finom falatokkal. De Jom Kippurkor ennek egy nagy része hiányzik, mert Jom Kippurkor nem lehet enni, nem lehet inni, és ezt akarjuk valahogy pótolni. És a gyertya az egy szép dolog, és ezért gyújtunk gyertyát, mert ez egy ilyen kóben, egy ilyen tiszteletadása Jom Kippurnak. A kérdés az, hogy lehet-e otthon, érdemes-e otthon a hálószobában. Ugye régen egyszobás, összkomfortos, össznem komfortos lakások voltak, és az otthoni szobában gyújtunk egy gyertyát. Ugye miért ne gyújtanánk gyertyát, vagy miért gyújtanánk gyertyát? Mert Jom Kippurkor van még egy tilalom, az önsanyargatás részeként, nem csak tilos enni meg inni, hanem tilos házas életet élni. Milyen befolyással lesz a gyertyagyújtás a házas élet kísértésére? Most erről is szó lesz a következőkben. De először nézzük a misnát. Makem se na hágú lehádlik né, ez a nérbe lél Jom Kippuri, mad liki, makem se na hágú se lőj lehádlik, én mad liki. Azokon a helyeken, ahol otthon gyújtanak gyertyát Jom Kippur este, azon gyújtsanak, ahol nem szokásot ne gyújtsanak. Mad liki, mert batékne szézbatő, és azt hiszem, hogy vajsz a fényi, vár gábé a hajlin. De egy dolog biztos, hogy a zsinagógákban, a tanházakban, a sötét sikátorokban és a betegek mellett mindenképp meggyújtjuk a gyertyát Jom Kippur tiszteletére. Mi volt az oka annak, hogy volt olyan hely, ahol szokás volt a hálószobában meggyújtani a gyertyát Jom Kippurra, és volt, ahol nem? Mind a két szokás ugyanabból az okból történt, csak más következtetést vontak le. Miért? Mind a ketten arra gondoltak, hogy mi az, ami elővigyázatosság szempontjából szerencsésebb, hogy nehogy valaki kísértésbe essen, és megszegje a házas élet tilalmát Jom Kippur éjszakáján. Ugye, egyesek azt mondták, hogy jobb meggyújtani a gyertyát, ugyanis tilos házas életet élni világítás fénynél,
Ez hogyha negleződve a gyár, csak az ember jobban fog tartózkodni. A másik véleményben pont fordítva azt mondta, hogy ha valaki meggyújtja a gyertyát, akkor a két fél esetleg látja egymást, és jobban kedvet kap egymásra, és ezért nagyobb az esélye, hogy házas életet fognak élni. Szóval mind a kettő más-más következtetést vont le, de ugyanaz volt a cél. Hogy lehet elérni, hogy ne legyen házas élet. Amerem Juhud, Soha Darás Rabba, Amech Kulam Cedikim Lajlom is Arec, Bén Samlum, Bén Samlum, Lehádli, Bén Samlum is Lajlád, és Nemis Kávlid, Avar Elhad, erre mondta azt Rave, hogy mire van ez írva Ézsaiás könyvében, hogy a te néped mindannyian igazak, mind a ketten, ezek is azok is, ugyanazt a szent célt szolgálták az adott szokással, hogy gyújtsunk, vagy ne gyújtsunk gyertyát a hálószobában. Amerem Juhud, Amas Muel, Én me Varchenele Úr, Elbe Majcé Sábez, Hajlit Hilesz Bidi Asszaihu, ha már Jom Kippur és gyertyagyújtás, van egy másik gyertyagyújtás is. Amikor kimegy az Sábesz, akkor a Havdala szombat elválasztó látom, Tamás, beindult a fantáziád. Mi lehet egy gyertyagyújtás? Egy hálószoba egy gyertyagyújtásból. Mi minden vétek következhet? Oké. Szóval, ha már gyertyagyújtás, akkor van egy másik gyertyagyújtás is. Ugye a Havdala, amit a szombat este a szombat elválasztó szertartás, aminek ugye kelléke a bor mellett a szegfűszeg és a tűz. Ugye Havdalát csinálunk ünnep végezetével is, de akkor csak egy pohár borra. Mi a helyzet Jom Kippurkor? Jom Kippur az olyan, mint a Sábesz. Akkor ott van-e tűz, vagy nincs tűz? Azt mondja erre Smuel, csak szombat este van Havdala gyertya, van tűz. Miért? Mert szombat este azért gyújtjuk meg a tüzet, mert a tűz szombat este lett teremtve. Ugye a Midrás azt mondja, hogy amikor pénteken megteremtette Isten Ádámot, akkor Ádám ugye az volt a természetes, hogy fény van, egyszer csak sötét lett, és megijedt, és azt mondta, hogy most már örökké sötét lesz. Másnap megint felkelt a nap, és látta, hogy fény van, és akkor már értette, hogy itt van egy ciklusosság, és fölkészült arra, hogy este megint beesteledik. És megcsinálta a tüzet szombat este, és ezért a szombat este az a tűz forrása. Tehát ugye ezért csak szombat este kell a Havdala gyertyát meggyújtani. Amelé a huszába, vészima, Rába bár Hanna, Jisa. Megszólalt egy vén, mások szerint ez maga Rába bár Hanna volt, és azt mondta, skajach, egy szép magyarázat. Hejna már Rabbi Yochanan, és ugyanezt mondta Rabbi Yochanan. Ula, tehát ugye ez nem volt egy konszenzus, hogy szombat este vagy hogy Jom Kippur kimenetekor nem használunk gyertyát. Manapság ez egy konszenzus. Tehát Jom Kippur Havdala-jánál nem használunk Havdala gyertyát. De ez nem volt egy konszenzus, viszont ez a Rába bár Hanna azt mondta, hogy skajak, ez nagyon jó, és még Rabbi Yochanan is ezen a véleményen van. Most ezzel kapcsolatban lesz ez az utolsó epizód. Ula hawe rachiv, hamrave azilve, hawe sakilve azil, rab abami minnevi, rab baba bár Hanna miszmali. Egyszer Ula ment a kis szamarának hátán, és mellette gyalogolt a jobbján Rabbi Ába, és a balján Rabbi bár Hanna, amelé Rabbi Ába le Ula, de megszólalt Rabbi Ába. Vádai dám rüsszud, és méd Rabbi Yochanan, én me varchina le Úr elemeitsé, Sábesz hajlott hilezbüli a szajú. Valóban igaz az, amit mondanak Rabbi Yochanan nevében, hogy csak szombat este kell Havdala gyertyát használni, mert a tűz forrása, a tűzgyújtás az arra emlékeztet, hogy a tűz első teremtése a szombat este történt. Hadar Ula, haza bérbe, rába barav hána bisusz. Erre Ula mérgesen odafordult rába bár hánához, aki ugye ezt eredetileg mondta, és nagyon szigorú és mérges arcot vágott. Amelé an lava ha amri. Erre azt mondta rába bár hána, nem, ez is félreértés. Ha tőlem idéztétek ezt, én ilyet nem mondtam. El a hadám, én mást mondtam, ami lehet, hogy így maradt fönn, de én nem a Havdaláról beszéltem. Miről beszéltem? De tanik méd Rabbi Yochanan. Én azt mondtam, hogy Rabbi Yochanan
előtt azt a brájtát tanították, Rav Simon ben Elazar, hogy jön, hogy próbálom csak halljad, hogy Sábesz, ámmal kérdés, hogy lehet lehádik, mert likim, hogy nekik, hogy Sábesz. Van ira bérhenem bászrei, meg a chamim a iszrim. Volt mondása Rav Simon ben Elazarnak, az előbb említettekkel kapcsolatban, hogy, hogy a Jom Kippur este a hálószobában gyújtunk egy gyertyát, vagy sem, azt mondta Rav Simon ben Elazar, hogy még azok is, akik azt mondják, hogy nem gyújtunk, mert így kell, így lehet jobban elérni, elkerülni, hogy a tiltott házas élet bűnébe essünk, még ők is azt mondják, hogy ha szombatra esik Jom Kippur, akkor gyújtunk. Miért? Mert a szombatot meg kell tisztelni. És erre mondta azt, hogy Jöjjönön, hogy a bölcsek ezt megtiltják. Ez nincs így. Amelé adotehé. Erre azt mondta Ula, oké, okay, ezzel már egyetértek. De azzal nem, hogy Rabbi Jöjjönön azt mondta volna, hogy csak szombat este van Havdala gyertya. Most, hogy értsük különben a dolognak a, még egy kiegészítését, hogy az ünnep este egyértelmű, hogy nem gyújtunk Havdala gyertyát. Miért? Mert lehetne még egy ok arra, hogy miért, amit szoktunk mondani, hogy miért gyűjtünk Havdala gyertyát. Ugye azért, mert szombaton nem lehet tüzet gyújtani. Ünnepen lehet tüzet gyújtani. Ugye tűzről tüzet lehet venni. És ez az biztos, hogy ott semmi okunk nincs arra, hogy a tüzet ünnepeljük. A kérdés az, hogy amikor szombat este a Havdalát gyújtunk, azt miért ünnepeljük? Azért, mert szombaton nem lehetett tüzet gyújtani, vagy azért, mert a tűz teremtésének az időpontjára, emlékére emlékezünk. Most az a vélemény, amelyik azt mondja, hogy Jom Kippur este, és ez merül fel a Jom Kippur, mert Jom Kippur is olyan, mint a szombat, amikor nem szabad tüzet gyújtani. Tehát ha a szombati esti tűz teremtésére emlékezünk, akkor Jom Kippur este kimenetelkor nem használjuk a gyertyát. Ha viszont arra emlékezünk, hogy annak örülünk, hogy most már lehet tüzet gyújtani, akkor Jom Kippur este is használjuk a Havdala gyertyát. Drága barátaim, pontosan 60 perc volt ez a mai siúr is, és csodával határos módon be tudtuk fejezni ezt az 53-as lapot. Mindenkinek egy valóban verőfényes, gyönyörű szerdai napot kívánok, és további jó egészséget mindenkinek!